Idén több fesztivál és nagy rendezvényt is le kellett mondani a szervezőknek a koronavírus járvány hozta változások miatt. A már hagyománnyá vált, országos népszerűségnek örvendő szekszárdi szüreti napok is ebbe a helyzetbe került. Azonban a szervezők nem hagyták ezt annyiban, így a Babits Mihály Kulturális Központ vezetősége és munkatársai megszervezték a szüreti szemezgetőnek elnevezett rendezvénysorozatot. Szeptember 17 és 20-a között színesebbnél színesebb programok várták az érdeklődőket a Vármegyeháza udvarán. A zárókoncertet a Balogh Kálmán Gypsy Cimbalom Band adta. Ez egy nagyon régi csapat, 93-ban állt össze, ha nem is ebben a végleges tagállományjal, de ezt akkor kezdtük, a koncepció akkor született, és hát 1-2-3 jó három emberrel azonos az eredetivel a felállás, és ugye kiegészült most egy jó pár vendéggel. Básics Branka egy nagyszerű, kitűnő, Magyarországon élő félig magyar, félig szerb énekesünk. Balogh Kálmán cimbalom művész fontosnak tartja azt, hogy a járványhelyzet idejében sem maradjunk zene nélkül, mert az sok mindenre gyógyír lehet. Neki is nagyon sokat segít a fellépések alkalmával a közönséggel való közvetett vagy közvetlen kontaktus. Ahogy láttam azt a fajta figyelmet, elérzékenyülést, azokat az elrévedő tekinteteket, tehát hogy az emberek azért ültek be, mert valami olyat tudtak kapni a zenétől, amit máshol nem. És ez a dolog is hiányzik mindenkinek, úgyhogy én remélem, hogy itt most valami ilyesmi fog történni megint. Zsikó Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezetője azt mondta, tervben van, hogy több kulturális programot is szerveznek majd a Vármegyeháza udvarán. Az elmúlt 4 nap egyfajta főpróbának tekinthető.